szuper jó szobánk itt Jerevánban. Itt ugye kicsit máshogy vannak a hotel besorolások és értékelések. Én szerintem abszolút magukat sorolják be, de ez egy szuper jó szoba. Szerintem ha fürdeni fogunk, akkor itt minden is úszni fog. De Grúziában is ez van, hogy az zuhanyfüggőről még nem nagyon hallottak. És tudom, ez csak engem bosszant, de azért eléggé bosszant. A reggelinél áloztam mindent, ami gluténmentes volt. Minden más. Az ugye kenyér volt. Volt még süti, de azt majd biztos megintatod. Van még alma is neked. Jó, még eszek almát. Jól fogok lakni. Az első és legfontosabb dolgunk, hogy szerezzünk egy helyi SIM-kártyát, mert letöltöttünk egy offline térképet. De hát az utcák fele nincsen rajta. Úgyhogy sokra nem megyünk vele, muszáj vennünk egy itteni SIM-kártyát, hogy legyen internetünk. Jereván, Örményország 14. fővárosa, és a világ egyik legrégebben lakott települése. Krisztus előtt 784-ben is laktak itt. Ugye azt mondtam már, hogy az ország népessége 3,5 millió, ebből 1 millió 70 ezer ember itt él ebben a városban. És a város úgy is hívják, hogy a Pink City, mert ahogy látjátok, itt ilyen rózsaszín épületek vannak. Gyumri volt ugye a Black City, ez pedig a Pink City. Ez itt mögöttem a Cascade Complex. Ezt a második világháború győzelmére építették a szovjetek ide. Nem lett befejezve, mert ennél sokkal hosszabbra tervezték, de elvileg a tetejéről a legjobb a kilátás az Ararát hegyre, úgyhogy menjünk, nézzük meg! Tényleg nincsen kész. Meg lehet kerülni. Úgyhogy majd felmegyünk oda. Elvileg innen látszik a legjobban az Ararát hegy. Nem látszik, de lehet, hogy csak köd van. Vagy egyébként már az épületek annyira eltakarják. Ő pedig itt a város DJ-je. A legjobb zenéket ő mixeli, óriási partik szoktak lenni. Örményország egy darabig iráni uralom alatt volt, és ez az egyetlen olyan emlék, ami fennmaradt ebből a korból, egy moszk. A kupolája miatt hívják Blue Mosque-nak.
Melyiket kóstolnád meg? Ezt? Ezt szerintem túl édes, de ezt megkóstolnám. Ez is édes lehet. És ezt? Hát... És kosárka. Na, az is valami szirupba úszik, azt nem tudom, mert fölöljön egy picit a kamerát. Ez ilyen szirupba úszik. Nem csak a borgyártás híres, hanem a brandy is. Itt az egyik brandy gyártó cég, a Noi. Brandy, bor, vodka, minden gyártunk. És ami még ennél is ikonikusabb, és ahova mi is megyünk most, az az Ararat brandy gyár. Itt minden az Ararat hegységről szól. Most nem tudom, tudjátok, hogy hol van az Ararat hegység, de az Ararat hegység az Törökországban van. A török-örmény határon van, de maga a hegység az Törökországhoz tartozik. Ők mégis annyira büszkék az Ararat hegységre, hogy itt van Ararat bank, Ararat brandy gyár, Ararat sör. Kezdődnek a túrák, úgyhogy megyünk, megkeressük. Ugye vannak parkolók, de már a visszaigazoláson szerepel, hogy nem jöhet kocsival alkoholt kóstolni. Ennek az ára 4500 dram volt per fő. Ez hát nincsen 4000 forint, ilyen 3900 forint körül van per fő. Ami különleges, az ízesített brandy, az egyik a kávés. Ezen mondjuk nem csodálkozom, mert állandóan kávét isznak. Sárga barackos és a meggyes. Remélem mindent megkóstolhatjuk benne. Megtaláltuk a legdrágábbat, egy 70 éves. 2.100.000 gram. Tehát 1.890.000 forint. De vannak itt olcsóbbak is, ha nem akartok ennyit költeni. 50 éves. De ez a 30 éves, ez már igazán apró pénz. Igen, ez együtt palackoztat minket. Örményország, meg egyébként Grúzia is szereti magát Európához sorolni. És ők például nyertek egy díjat 2022-ben Európa vezető brandy, hát brandy körbevezetési túrája díjat nyertek. Hát itt legjobb idegenvezetés, legjobb gyárlátogatás. Európában. Mondjuk nem tudom, Európában. Európai legjobb gyárlátogatás. Nem tudom, egyébként Európában van-e brandy gyár, van szerintem? Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy mi volt a verseny helyzet. Ki voltak az ellenfelek. Igen. Hát kezdjük az elején. Örményországban készül ez a brandy. Itt az ő gyárukban csak örmény szőlőt vásárolnak meg helyi farmerektől, akikkel speciális szerződésük van, hogy csak nekik szállítanak bort. De vannak szőlőtermő területek, ott leterem a szőlő, a fehér szőlő, abból elkészül a bor, és ezeket szállítják ide a konyakgyárba. Igen, ide már borként érkezik meg az alapanyag. Igen. És aztán egy francia cég már felvásárolta őket, és a franciák által kifejlesztett dupla desztilláción vesz részt ez a bor. Az első desztilláció után konyak lesz. De ők nem nevezhetik ezt konyaknak, bár minden fehér szőlőből készült desztilláció után készült párlat neve konyak. Ők nem nevezhetik konyaknak, mert erre nincsen szerződésük. És a második desztilláció után nevezzük brandynek. Hát beérkezik a 10-12%-os alkoholtartalmú bor, és a két desztilláció alatt az egy 40-45% alkoholtartalmú brandyvé válik. De egyébként a címkén örményül az szerepel, hogy konyak, csak úgysem értik. Nem tudja elolvasni. A dizájnról annyit, hogy változtatják 10 évente, úgyhogy többféle Ararat konyakkal találkozhat az ember. 10 évente változik a brandnek a logója is, meg a brand külsője, a kialakítás. Igen, a második desztilláció után hordókba töltik a brandit. Ezeket a hordókat ők helyben készítik, van 3 hordókészítő emberük, akik naponta 2 hordót tudnak előállítani, és ebbe töltik bele a brandit.
azoknak a holtoknak az alapanyaga is csak... kaukázusi töltfa lehet, igen, tehát nem azért. Lehet mindenhonnan importálni töltfát, nem csak a helyi kaukázusi töltfát használják. Igen, ebből, állítja, ebből készítik a hordókat. És általában a hordók, amikor már kitöltötték belőle a blendit, utána általában meg eladják boros hordóknak máshol, de itt nem, itt szétszedik, újra feldolgozzák és újból hordó lesz belőle. Hogy írhat? És amikor belerakták a brandiket, akkor legalább 3 évig áll. Tehát nincsen 3 évnél fiatalabb brandi. Igen. És még miközben készül a brandi, akkor is évente meg kell fordítani a hordót. Igen, kell a hordót színültig kell tölteni, tehát nem szabad, hogy maradjon benne oxigén, hanem színültig kell brandivel. És nem úgy, mint a bornál, hogy az a lényeg, hogy ne nagyon érje a hordó, csak itt ott, hanem igenis érje a hordó, minél jobban, ezért forgatják évente meg. És ugye aztán minél tovább áll, annál értékesebb, és annál sötétebb a színe. Igen, változik az íze, változik a... Viszont ízben azt mondanám, annál finomabb, minél öregebb, annál, igen. Annál enyhébbnek érzed közben, ugyanolyan erős, csak az íze valahogy annál gyümölcsösebb. Jönnek az aromák, és az aroma elnyomja ezt az alkohol ízét, az első maró égető alkoholi íz, az egy kicsit átmegy már abba, tényleg a... Azt a füstös, vaníliás, narancsos, szöllős ízbe, bocsánat, inkább szilvás ízbe. Igen, ilyen aszalt-szilvás, igen. És ami még furcsa, hogy egy brandy nem lehet, vagy hát lehet 70 évnél öregebb, de az íze 70 év után már nem változik. Tehát mindegy, hogy 100 évet állt a hordóban, vagy 70 évet, pontosan ugyanolyan íze lesz, nem lesz már jobb, vagy sötétebb a színe. Annak az ízesítettek, arról annyit mondott az idegenvezető, hogy általában nőknek készül, hogy ne legyen olyan erős, ezek olyan 35%-osak, a 45%-ossal szemben, a férfiaknak alóla szemben. Szóval, hogy a gyümölcsös, a megyes, a barackos és a kávés íz pedig azért van, hogy a nőknek is tudjanak mit felszolgálni, és azok is viszont nem esek, hiszen legalább 6 éves a konyak. Amit... Igen, és utólag kerül hozzá az aroma. Igen, tehát már egy legalább 6 éve álló brandyhez tudják hozzáadni ezt a, hát igazából gyümölcs kivonatot, meg kávét adnak hozzá, hogy megadja az ízét. Igen. Voltak ott olyan hordók, amik híres emberek szignójával voltak ellátva, ott egy egész hordót az a híres ember megörököl. Vagy a leszármazottai. Vagy a leszármazottai. Rákerül az ő neve, az aláírása rajta van, és ugye nő az értéke, és akkor egy olyan hordóban van mennyi? 100-150 liter? Hát, biztos, és ha az mondjuk eléri az 50 évet, akkor mondjuk 7 decinként 2 millió forintnyi az értéke annak az italnak. És fogjátok majd látni a képekből, hogy nagyon sok híres ember is eljött ide, akik lefotózkodtak itt, és kaptak egy ilyen saját üveg brandit. Régen az volt a hagyomány, még a 2000-es években, ezt ma már nem csinálják, de régen az volt, hogy volt egy ilyen óriási mérleg, be kellett ülni a híres embernek, és annyi üveg brandit kapott, ahány kiló volt. Igen. A túra végén pedig volt egy kóstoló, megkóstoltunk egy 3 éves, meg egy 7 éves brandit. Még annyit erről az egész gyárlátogatásról, jó, nem is egy gyárlátogatásról, mert egy kiállítóközponton keresztül ment az egész, hogy nagyon igényes, nagyon szépen meg volt csinálva a kiállítás, az idegenvezető is nagyon szépen beszélt, jól beszélt is, és nagyon, nagyon hasznos volt, amiket elmondott. Nagyon igényes volt a kiállítás. Tényleg megérte azt a díjat, amit kapott. Nagyon vicces volt, az idegenvezetőnk mondta, hogy mindenki tőle megkérdezte, hogy honnan jött, és akkor mondták, hogy ők dánok. Nem tudom, hogy megyre, azt mondja, ó, igen, látom a hajvágásodon. Nem egy tipikus örvény hajvágás. Igen, azt mondja, neked dán van, ez a magyar, akkor jó, nekem örvény van, meg itt ugye csak egyféle van.
Képzeljétek el, itt az iskolában van olyan tantárt, hogy sakk. Igen. Tehát sakkozni tanítják őket, és ez szerintem tök jó, mondta is a fickó, hogy ilyen egyéni sportokban, mint például a sakk, abban tök jó. Igen, a másik egyéni sportjuk a súlyemelés és a birkózás. Viszont azt is elmondta, hogy csapatsportokban viszont mindegyikben rosszak. Igen. De ez szerintem tök jó az a... Hogy csak van az általános iskolában, az teljesen jó. Aztán, amit mondod még, hogy az örmény emberek nagyon kíváncsiak. Tehát ők úgy mennek az utcán, hogy keresik a szemkontaktust, hogy kivel lehetne szóba elegyedni. És ugye az általános témák nem az időjárás, hogy vagy... A második vagy a harmadik kérdésként... Gyorsan rá is térnek, hogy amúgy házas vagy. Tehát itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy házas vagy-e, mert ők nagyon komolyan vezik ezt a házasság dolgot. Van is egy olyasmi közmondásuk, hogy inkább vedd el a lányodat, mint hogy ne vegyél el senki feleségül. Ők nagyon komolyan vezik ezt a... Be kell házasodni dolgot. Igen. De azt is mondta, hogy mivel az átlagos életszínvonal elég alacsony, ezért a fiatalok sokszor nem tudnak elköltözni a szüleikkel, tehát együtt él több generáció, úgyhogy célszerű a szülőkkel jóban lenni. Az örmények olyanok, hogyha valakinek van egy ötlete, és azzal megkeresi őt, tehát mit tudom én, egy építkezésen például, hogy szerintem ezt mi kellene csinálni, vagy akkor az örmények már egy jó, annyira tudjuk. Úgyhogy úgy érzem, hogy majdnem egy kis örménynél. Meleg jogok. Hogy ugyan legálisan melegnek lenni. 2002 óta. Igen. Házasodni nem lehet. Házasodni nem lehet, de nem tiltja törvény, illetve nem, hátrányosan nem különböztetik meg a melegeket. Hivatalosan. Hivatalosan viszont a család az kiközösíti. Hát nem csak a család, hát a hanem közösség. A közösség. Tehát nem, sokan hiába azok nem merik bevallani, mert félnek attól, hogy a közösség. Az idegenvezetőnek adtunk borra valót, azt úgy illik. Igen, ez egy free tour volt, de azért adtunk a free tour, de mit tudom, 10 euró környékén, 15-20 euró között. Elménykenyél UNESCO védett, ugye? Igen, UNESCO World Heritage. Abba a kis kemencébe sütöttem. Érde most már csak megmelegítetted, ez egy finom kis sopogós és kell jó puha. De milyen olyan kenyérállaga van? Mert olyan lángos tésztának tűnik. Kenyér. Olyan vékony. Amit itt láttok, ez nem más, mint ennek a városnak a szabadtéri edzőterme, ahol kimondottan egy kicsit az idősebb korosztály jár kondizni, de nem mondanám, hogy kispályáznak, mert itt vannak boxolók, street workoutosok, testépítők, fitnessesek, úgyhogy egész komolyan nyomják. Van itt Jereván közepén egy olyan kerület, az a neve egy Hasdangore, ahol régen szovjetek éltek. És hát konkrétan itt van hagyva, ez például egy ilyen gyerekvasút. Az előbb pedig egy stadion néztünk meg. Egy elhagyott üres stadion. Csökkendőben, hajdonfőt nem, napszemüvegben nem, bikiniben nem. Hajad legyen megfésülve, sapkában nem, ez nem tudom mi, mobilozni tilos, úgyhogy ezt tedd el, légy szíves, imádkozz, hogy zsebre nem rakhatod a kezed, zsebre nem rakhatod fél egy baseballsapkával, és melegítőben sem jött, és nem szabad inni se. Akkor most mi legyen? Jó, hát tedd el a telefonodat, tedd a fejedre valamit, ugorják ki a zsebedből. Hát minek megfelelek? Sapkában hőled le, én is leveszem. Sajnos fel van állványozva, de a Gekhárd kolostor arról híres, hogy az élő sziklába vájták, tehát itt ez egy ilyen szikla volt, mint itt. És ebbe vájták ezt a kolostort. Sajnos belülről nem tudjuk megnézni, mert be van zárva. Symphony of the Stones. Ugyanis ezek a kövek úgy néznek ki, mintha orgonasípok lennének. Nagyon durván néz ki.
Majdnem elfelejtettem elmondani, hogy sikerült vennünk internetet. Itt olyan csomagok vannak, hogy megkérdezik, hogy mire szeretnéd használni. Van YouTube csomag, social media csomag, mindenféle csomag, van chat csomag. Megkérdezik, hogy mire akarod ugye használni, hát mi most leginkább navigációra, úgyhogy a chat csomagot választottuk. És 10 GB net SIM-kártyával 2700 dramba került, ami azt jelenti, hogy olyan 2400 forint körülbelül. Igen, ezt akartam. Főztem egy ilyen levest. Hát nem tudom, hogy milyen leves. Hát nézem, hogy olyan felesek néz ki, csak annyi különbség, hogy ez húsi. Láttam volna benne csicseri borsót. Hát ilyen golyócskák vannak benne, nem csak. Igen, az csicseri borsó, kérlek szépen. Akkor az gluten-free. Az gluten-free. Akkor majd megkóstolom ezt a levest. Előbb te egyén, és akkor már a kenyérkocskák. Természetesen a kenyeret azt nem tudjuk mellőzni, és egyébként ez egy ilyen barbecue-s hely. Mai idegenvezetőnk ajánlotta, és tényleg elég jól néznek ki ezek a barbecue-s húsik. De egyébként ilyen gyors étterem jellegű. Gyors étterem, igen. Viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert kértük, hogy lavas. Lavas mindenféle húst, nem tányér, vagy tányérral rakják, csak alá raknak egy ilyen pitaszerű lapot, egy ilyen nagyon vékony kenyérlapot. Ami gluténos. Ami gluténos, úgyhogy mondtam neki, hogy lavas ne tegyen már alá, hát nem tudom, hogy sikerül le. Mert ugye a követelőmre is, ez nem ugyanaz, mint a fiú. Igen, de lehet, hogy ráírta. Várjál, megnézem, hogy írta le, hogy szerinted írta, hogy lavas nélkül? Ott van, lavas nélkül. Azt szeretném elmesélni, hogy voltunk ma egy ilyen idegenvezetésen, egy ilyen városnéző idegenvezetésen, ahol beszélt az idegenvezetőnk Tigran, aki egy nagy király volt. Szóval Tigran nevűs királya is sok Tigran nevű király volt, és az ő neve is Tigran, és gondolta, hogy lehet, hogy egy király leszármazott ezt. Csak el akartam mesélni az itteni politikai helyzetet, mert valahogy erről sosem hallunk a híradóban. Azt olvastam már, hogy volt itt még az első világháborúban egy népírtás, amit ők népírtásként definiálnak, mert az történt, hogy a törökök az első világháborúban el akarták foglalni Azerbajdzsánt, és ezért Örményországon keresztül indultak el, de az örmények visszaverték őket. És ennek hatására a törökök lemészároltak 1,5 millió örményt. Ami az akkori lakosság egy harmada volt. Igen. Úgyhogy igazából Örményország csak megvédte magát. Tehát, hogy ilyen teljesen indokolatlan volt az a mészárlás, és nem is történt megtorlás, tehát nem álltak ezek a bűnösök bíróság elé, nem történt háborúban semmiféle... Igen. De mégiscsak népírtásként élték meg. És a törökök is népírtásként élik meg, mert ők meg úgy mesélik, hogy az örmények mészárolták őket. A törököket. Igen. És az a legfurcsább, hogy képzeljétek el, hogy azóta, ez az első világháborúban volt. Közben elkészült az ételünk, bocsánat. Na, ennyit arról, hogy videót lavas kértem. Tehát ez a lavas, ez a kis pita. Ezt nem sikerült teljesíteniük, úgyhogy most levágva sok olyan részeket, amit nem értek a lavashoz, hogy ne legyek rosszul. Tehát a népírtás. Ott tartottunk, hogy a... Bocsánat, csak közben megettük az ételt. Közben azt szeretném elmondani, hogy most ketten ettünk. Ez összesen 6100 dram volt, ami azt jelenti, hogy 5500 forint körül. Volt benne üdítő, leves, második kettőnknek, úgyhogy nem olyan rossz. A népírtás. Tehát az első világháborúban történt ez, és képzeljétek el, hogy azóta Örményország és Törökország között nincsen semmifajta diplomáciai kapcsolat, és az örmény-török határok zárva vannak, tehát nem lehet átjönni Törökországból, Örményországból, amikor közvetlen szomszédok. 1988-ban, amikor a nagy földrengés volt, és Örményország megkérdezte Törökországot, hogy átmehetne-e néhány menekült, mondták, hogy nem.
Tehát ennyire durva itt a helyzet. És a másik kis szomszédjuk, Azerbajdzsán. Velük meg az történt, hogy van egy terület, ez a hegyi Karabat vidék, ami egy olajban gazdag terület, és ez régen Örményországhoz tartozott. De aztán az oroszok úgy döntöttek, hogy tartozom már ez inkább Azerbajdzsánhoz. Úgyhogy az oroszok támogatásával az azerbajdzsániak megtámadták Örményországot egy olyan területért, aminek 95%-a örmény lakosú, tehát örmények élnek ott. Ez a háború, ez hát folyamatos, de 2020-ban volt az utolsó csata, amikor... az örmények vesztettek, úgyhogy minden maradt a régibe. Igen. És tehát Azerbajdzsánnal is le van zárva a határ. Nincsen, nem lehet ott se közlekedni. Tehát azok az emberek, akik örmények, és ott laknak, ők sem tudnak hazamenni. Négy irányból, négy határos ország van a Örményországban, ebből kettő le van zárva teljesen. Alul van egy pici szakasz Irán felé. De az nagyon pici. Nagyon pici, és fölül van egy nagyobb szakasz, az pedig Grúzia felől. Hát azt mondta, hogy Grúziával jó kapcsolatot ápolnak. Most ebben az ukrán-orosz helyzetben sem foglalhatnak állást, ugyanis mivel Oroszország az azerieket támogatja, tehát gyakorlatilag nekik úgymond ellenségük, viszont azt sem nézik jó szemmel, hogyha Ukrajnát támogatják, ezért Örményországban 3000 orosz békefenntartó tartózkodik most, és hogyha bárki bármilyen ukrán melletti tevékenységet folytat, akkor az nagyon súlyos büntetést fizet érte. Úgyhogy gyakorlatilag az oroszokat kell támogatniuk. Tehát furcsa, hogy a orosz-ukrán háborúról nap mint nap hallunk, meg nap mint nap cikkek. Minden nap a beszédtéma, minden nap benne van a hírekbe, sőt külön fórumokban, külön csatornák vannak erre. Erről pedig semmit sem tudunk. Meg befogadjuk, meg nagy nyugati támogatás, itt meg semmi, pedig ezek a csaták folyamatosan zajlanak, és végeláthatatlannak tűnnek egyelőre. Ez egy gránátalmás vörösbor. Igen, itt Örményországban nagyon sok ízesített bor van, ez most egy gránátalmás, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Ez csak a nyugborka szaga van. Gránátalmás, csak keserű. Vagy hogy mondjam? Gránátalma íze van. Nagyon száraz. Mondjuk a gránátalmának amúgy is van egy ilyen száraz utó íze. De ugye ez fél édes, direkt fél édes. Mindegy szárazból olyan az íze. Fröcsikének jó lesz. Én édesebbre számítottam, de egyébként nagyon gránátalma íze van.